Ügyességi és logikai játékok, kézműves foglalkozások és kézműves bemutató várta a családokat a Szent István Király Múzeum díszudvarán. Az érdeklődők a többi közt a papírmerítés mesterségével is megismerkedhettek. Alapvetően nyers papírlapot merítenek ki, ugye, amit én itt megszárítok. Tehát eljutok addig a fázisig, hogy simítópréselésnek alávetnénk a papírokat. Ezt házilag el lehet vinni, amiket készítenek itt zsömében a gyerekek, ezeket az általuk készített lapkákat, és akkor otthon befejezik a simítást azzal, hogy egy forró vasalóval megvasalják mind a két oldalát a lapnak. A gyerekek különböző foglalkozásokon keresztül kerülhettek közelebb a történelemhez, ezen belül a középkorhoz. Szeretnénk a gyerekeknek egy kicsit a középkort bemutatni, amik néha nehéz, mert sokszor óvodás gyerekek meg ilyen alsósok jönnek, akik ugye hát nem tanultak történelmet, meg hát azért a középkor egy fogalom, nehéz velük hát megtanítani, hogy mi az, vagy egyáltalán, hogy érzékeljék, de talán ha látnak ilyen kirakókat, ugye korabeli templommal, korabeli hölgyekkel, ruhákkal, lovagokkal, akkor azért úgy tudják valamihez kötni, hogy mi az, hogy a középkor. Úgyhogy mi ehhez készítettünk játékokat is, kirakókat, vagy pedig hát a kézműves programok is ehhez kapcsolódnak. Koronát készítünk, ilyen dísztört készítünk. A királyi napokhoz kapcsolódóan a Szent István Király Múzeum díszudvara a legközelebb hétfőn várja az érdeklődőket, amikor is este 7 és 8 óra között múzeum akusztik koncertet hallgathatnak a jelenlévők.